So exciting. Thank you so much for. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Jó napot kívánok! Ez fantasztikus nemzet, ez a magyar, ez a már első alkalom, hogy itt lehetek, úgyhogy nagyon köszönöm a vendégszeretüket, amit tanúsítottak az irányomba, és remélem, hogy még a hétvégén ezt majd tovább élvezhetem, de nagyon örülök, hogy itt lehetek most Dr. Shay Bradley Farrell-el, aki tényleg egy fantasztikus munkát végzett a szabadságért való harc tekintetében, és a mindannyiunk nemzetiért való harc tekintetében. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Igen, kérem, tapsoljuk meg! Egyébként ez a negyedik alkalom, hogy ide utazom Magyarországra, és fantasztikus, és nagyon szeretek itt lenni. Köszönöm. Szóval szeretném azzal kezdeni ezt a beszélgetést, hogy kicsit beszélünk az ön munkájáról. Azt gondolom, ez annyira fontos abban azokban az időkben, amikben most élünk. Most egy könyvet ír az Alapjogokért Központnak a nemzeti identitásról. Miért fontos ez? A nemzeti identitás szemben azzal, amit a média mond önöknek, tulajdonképpen a nemzetek szíve. Ez a közös értékünk, a közös hitrendszerünk, a közös történelmünk, és mindezt arra használjuk, hogy a saját rendszereinket létrehozzuk, politikai rendszereinket, amik megvannak, a jogi rendszereinket, és a gazdasági rendszerünket is. És azt gondolom, hogy Magyarország egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan ragaszkodjunk, és hogyan tartsuk meg a nemzeti identitásunkat egy olyan világban, ami egyre jobban globalizált, egy rossz értelembe véve, olyan vezetőkkel világszerte, akik el akarják venni a függetlenségünket és szuverenitásunkat. Az igazán egyedi dolog Magyarországgal kapcsolatban, és más Varsó, korábbi Varsó országokban, az, hogy a Szovjetunió 46 éven keresztül itt volt és elnyomta, és a szabadság az még mindig nagyon friss és új. 1991 óta beszélhetünk róla, 89 után, és ami tényleg nagy hatással van rám, és az, hogy nem igazságos az, hogy a kommunisták kínoztak és megöltek embereket, ez tényleg ez az, amit tettek, hogyha elmegyünk a terrorházára, akkor láthatjuk, hogy ez mit jelent, de a legborzalmasabb dolog az, hogy elvették a történelmet, a kultúrát, el akarták törölni az országok kultúráját. Ez egy akkora hatással volt rám, mert látjuk, hogy mi történik itt, és ez fontos látni az Egyesült Államokban. Igen, az Egyesült Államokban kifejezetten azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mind a két nemzet számára, és a világszerte mindenki számára. Láthatjuk, amikor a CPEC különböző országokban jár nemzetközileg a világszerte, látjuk, hogy az emberek mit tesznek, és milyen helyzetben vannak a nemzeti identitásuk tekintetében. Kicsit beszéljünk erről, mert a progresszív baloldal ezt az elképzelést egyre jobban előre nyomja, hogyha a nemzetünket helyezzük első helyre, vagy hogyha nemzeti identitással rendelkezünk, akkor valamilyen fajta autoritárius rendszert fejlesztünk ki, és ezt egy félelemkeltésként használják. Félelemkeltés tehát, amiről beszélünk, ezt az idealizmust, ezt elveszik a nemzettől a lelkületét. Hogyan lehet ezzel szembeszállni? Hogyan lehet ezt a progresszív baloldali ideológiát? Azt gondolom, hogy főleg, hogyha fiatalok sokszor, akiket ez megtalál, és hogy lehet ezt megmutatni, hogy nem erről van szó, hanem pont az ellenkező. Igen, Szara, igazad van. A spektrum különböző részein, a paletta különböző részein vannak a nemzeti identitással szemben, valóban gonoszszá tudnak válni, és kiaknázzák, és kihasználják a rossz politikai mozgalmakat. Ezt láttuk már persze a történelem során többször, de valóban a közös értékeinkről van szó, és ezekre szükségünk van, de hogyha belegondolunk ebbe, ez egy a baloldalnak, a liberális baloldalnak a stratégiája, az mutatja meg, az tulajdonképpen emlékeztet minket a kommunista narratívára. Ők elnyomták a nemzetiségeket, a nemzeti ideológiát, a nemzeti felkeléseket. Néha használták a nemzeti felkeléseket a saját előnyeik érdekében, de aztán elnyomták őket. Dr. Schmidt Mária, aki azt hiszem, hogy itt van, igen, itt van köztünk, egy fantasztikus könyvet írt ezzel kapcsolatban, hogy országban nemzetté, és ez tényleg nagyon felnyitja a
szemünket. Ami a legérdekesebb itt, és aminek nagyon örülök, amiért nagyon örülök, hogy itt vagyok Budapesten és Magyarországon, hogy láthatom saját szememmel mindezt, a fantasztikus, a sok fantasztikus embert, és ezt a fantasztikus nemzetet, de itt arról van szó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, főleg ahogy őt látjuk az amerikai médiában, őt bemocskolják folyamatosan. Igen, valószínűleg ezt nagyon jól tudott te is. Az adminisztráció nagyon nyíltan kezelte ilyen értelemben a miniszterelnököt, és a magyar, és erről beszéltünk korábban, mielőtt idejöttünk a színpadra, az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban is kifejezték a véleményüket, hogyan lehet ezzel megküzdeni. Azt gondolom, hogy a legtöbb nemzet sokszor Amerikát egy világvezetőként tekinti, egyfajta remény hópjaként, remény fényeként, de most egy kicsit már azt látjuk, hogy a most jelenlegi kormányunk pont az ellenkezőjét teszi, amit egyébként mást tesz, mint a Trump kormány tett, és egészen máshogy gondolkodik Magyarországról, mint Trump elnök, ahogy gondolkozott. Igen, pontosan így van. Igen, ez nem külpolitika, amit a jelenlegi kormány végez, nem ez az, ahogy egy NATO szövetségest kell segíteni, nem így történt, nem így kellett volna kezelni az afgán helyzetet. Itt van egy jelenleg itt David Pressman, az amerikai nagykövetünk, nagyon is antagonikusan működik az ügyeiben. De hogyha megnézzük a Biden kormányzatot és David Pressman például, hogyha elvégezzük a kutatást, akkor megláthatjuk, hogy 3-4 oka van annak, hogy ők így viselkednek Magyarországgal szemben. Először is, és nem sokára az ukrán dologra is rátérek, ukrán ügyre, az egyik az, hogy a Magyarország nem viszi be az LMBTQ propagandát az iskolákba. Azt mondják, hogy ez szülőknek a feladata a gyermek szexuális nevelés, a másik megadóztatja a nagyvállalatokat. Ezért ez óriási haragot keltett. A másik dolog ugye a tömeges bevándorlás, az Európai Unió akarja, Magyarország nem akarja, 2015-ben megpróbálták kezelni, de rájöttek, hogy mi ennek a módja. Az ukrán üggyel kapcsolatban pedig én hiszek az ukrán szuverenitásban, nem hiszek abban, hogy ez Amerikának az érdeke, de ezt most tegyük félre egy pillanatra. Állandóan azt hallom, hogy igen, de Orbán az Oroszország barátja, mert nem akar szankciókat kivetni Oroszországra, és az energiára, ami érkezik Magyarország. Nem, Magyarország nem orosz barát, a Magyarország pragmatikus, és Magyarországot helyezi az első helyre, a nemzetét. Pontosan azért, bár amerikaiak nem mindig megértik meg, és most nektek mondom, bár ti valószínűleg tudjátok ezt, de a háború előtt Magyarország függött az orosz energiától, 85% a földgáztól, több mint 60% az olajtól, és az infrastruktúra is ez, amit használnak. Hogy ezt elvágják olyan, azon a módon, ahogy az Európai Unió akarja, ez egyébként nem megyek részletébe bele, hogy ezt hogy akarta, de ez a magyar gazdaságot lerombolta volna. Próbáljuk meg ezt tehát elképzelni, hogy valaki itt a saját nemzetét úgy teszi előtérbe első helyre, ahogy én szeretném, hogy a saját kormányunk tegye. Ez egy nagyon jó megjegyzés, és egy kicsit menjünk most vissza az LMBTQ kérdésre, a progresszív kérdésre Amerikában, és globálisan is. Korábban beszéltünk már erről, és elsősorban a szocializmusra fókuszáltunk, és elmondtam dr. Shane-nek, hogy anyukám a Kubából származott, és 96-ban távozott Kubából, és nagyon is látta, hogy mit tett a kommunizmus a nemzetével. És az egyik fő dolog, ami megmaradt benne, az az volt, hogy észrevette ezt az indoktrinációt, ezt az átnevelést. Először az iskolai rendszerbe, ez progresszíven, lassan kezdődött, de gyermekeket célzott mindenképpen. És az volt az elképzelés, hogy amikor a gyermekek jobban függenek az államtól, és kevésbé függenek a szülőktől, akkor könnyebb lesz az államnak az, hogy irányítsa őket. Beszélhetünk egy kicsit erről, és arról, amit most látunk mind az Egyesült Államokban, mind Európában, ez a fajta elmozdulás a progresszivizmus irányába, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan közülünk látjuk, hogy ez elválasztja, szétválasztja a családokat és a nemzeteket is. Igen,
ez nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez ugyanaz a stratégia, amit a kommunisták használtak, a gyerekeket elválasztani a családtól, az embereket a vallástól, azért, hogy ők legyenek az egyetlen hatóság, ők legyenek az egyetlen ideológia, az egyetlen igazság, az egyetlen politikai párt, és azt hiszem, hogy én azt hittem korábban, amikor Amerikában voltak ilyen politikák, és néha homokba dobtuk a fejünket, azt mondták, hogy ezek összeesküvés elméletek, de nem, ez tényleg történik, és ezzel tisztába kell lenni, és meg kell állítani. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Itt most az itt lévő közönség tagjai hogyan, vagy az amerikaiak hogyan tehetik ezt meg? Hogyan állítjuk ezt meg? Az, hogy felállunk, kiállunk és beszélünk róla? Igen, egész egyszerűen azzal, hogy tudunk erről, tisztában vagyunk erről, tanulunk, azt csináljuk, amit ma is itt csinálunk, hogy nem félünk, mert tudom, hogy vannak emberek, akiknek nem fog tetszeni az, amit most mondok, és ezzel nagyon sokszor találkozom, de igazából nem érdekel, mert nem szeretnék elveszteni, nem szeretném elveszteni a nyugati civilizációt, a szabadságomat, és ez a probléma. És amit akartam még mondani, és ami kapcsolódik ahhoz, amit említettél, Sara, amit az anyukád mondott, ami szerintem nagyon menő, az Obama kormány idején ténylegesen felfedeztem azzal a szervezettel, amivel akkor dolgoztam, a CWA szervezettel. Láttam, hogy az Obama mit tesz az ideológiával. A konzervatívok nem tudták ezt. Nagyon sokan a kongresszusi székekben sem tudták, hogy milliárdokat, dollármilliárdokat költöttünk, hogy beszéljünk az LMBTQ propagandáról a gyerekek iskolájában. Nekem megvan ez a tanterv, ez az LMBTQ tanterv, meg tudom mutatni, amikor 1-től 10-es listáig egy gyermek, 1-től 10-ig egy listán, egy gyermek, aki ezt így hívták, ezt a programot, LMBTQ program, és azon a listán a gyermek minden nap kitölthette, hogy egy 10-es skálán mennyire érzi magát lánynak, mennyire fiúnak, mennyire akar aznap épp fiú lenni, vagy lány. Ez volt benne a tanterben. És ez valamennyire pénzügyi juttatások miatt van, mert például az én országomban nem számomra, de más nemzetek számokra az, hogy hitelt vegyenek fel, pénzügyi segélyt vegyenek fel az Egyesült Államoktól például. Ez könnyebb volt az országok számára az, hogy hozzáférjenek az Egyesült Államok támogatására, hogyha ezt elfogadták, ezt a tantervet? Igen, azt gondolom, hogy ezt mondhatjuk. Volt, amikor odajöttek hozzám országvezetői, és megkérték a segítségemet, mert azt mondták, hogy nyomást éreznek magukon azhoz, arra vonatkozóan, hogy be kell ültessék ezt a tantervet az iskolákba, annak érdekében, hogy segélyt kapjanak. Pontosan így van. Tényleg nagyon izgalmas. Tudom, hogy nincs túl sok időnk, de az egyik dolog, amivel szeretném ezt lezárni, amit tanulságként szeretném, hogy elvigyünk, nem tudom, hogy tudjátok, persze Magyarországon sokkal jobban emlékeztek ezekre a dolgokra, mint bármelyik amerikai, főleg mivel a kommunista rezsimekről is beszélhetünk ebben az esetben. De gondolja, hogy az amerikaiak, gondolod, hogy az amerikaiak elfelejtették azt, hogy mi tud történni, amikor a szabadságot elveszik tőlük? Nem nagyon van már erről teljes megértésük erre vonatkozóan, annyira legalábbis nincs, mint amennyire talán a magyaroknak van, hogy megértsék azt, hogy milyen lenne az élet szabadság nélkül. Mit jelent igazán a szabadság ezekben a mai, ebben a mai korszakban? Történelemben persze, történelemben nézni, ugye beszélhetünk a zsarnokságokról, a forradalmakról, a magyar emberek küzdelmeiről, hogy felszabadítsák magukat, és a saját maguk által irányított nemzetek lehessenek, és a különböző Szovjetunió jótól elváljanak. De mit jelent a szabadság? Igen, azt hiszem, hogy igazad van, az amerikaiak nagyon sok időn keresztül voltak szabadok. Ahogy mondtam, hogyha terrorházába ellátogatunk, saját szemünkkel láthatjuk, hogy mit jelent a szabadság elvesztés. Úgyhogy azt hiszem, ezért fontos, hogy a gyermekeinket erre megtanítsuk. Ennek megfelelően kell átalakítani az iskolai rendszerünket is. Mert amit a baloldaliak jelenleg tesznek, az a kommunista viselkedés, az az, hogy átvették a narratívánkat, éppen a szabadságról kérdeztél. Ehhez kapcsolódik az, hogy az emberi jogokat például, ezt a kifejezést elveszik, és hogyha nem akarják, hogyha nem akarod, hogy a gyermeked az iskolába szexuális neveltetést kapjon, és halljon az LMBTQ dolgokról, ez tőled függ, de hogyha te azt mondod, hogy ez tőled függ, akkor te egy emberi jog megsértője vagy. Ezt az emberi jogot, ezt a kifejezést, ezt mindenre felhasználják. Ez korábban egy alapvető vallásszabadság, szólásszabadság, lelkiismeretszabadság, erről szól, de ezt most már kicsavarták, hiszen őszintén szólva, a Trump kormányzat alatt
Én is megpróbáltam az emberi jogokért dolgozni, az LMBTQ plusz valami embereknek segíteni más országokban, akiket mondjuk lefejeztek, vagy börtönbe zártak azért a szexuális orientáltságukért. Persze, ez egy emberi jogi kérdés, de az nem emberi jogi kérdés, hogy kihezenek van joga arra, hogy a gyermekeinket ezekre tanítsa. Szóval a narratívát, a nyelvezetet vissza kell vennünk, és el kell magyarázni az embereknek, hogy mi mit jelent. 7 másodpercünk van, hogyan csináljuk ezt meg, hogyan dolgozzunk együtt, hogyan működjünk együtt a magyar partnereinkkel és a világszerte más társainkkal. Ez a CPEC ugye nemzetközi dolog, ez egy olyan mód, ahogy a konzervatív vezetők kapcsolódhatnak világszerte. Hogyan használjuk ezt ki és aknázzuk ezt ki, hogy például ugye Magyarország a saját nemzetét teszi első helyre, Amerika is, de ezt olyan, hogyan tesszük ezt, hogyan tegyük ezt úgy, hogy egymástól tanuljunk közbe, és hogy mindannyian profitáljunk ebbe, és talán azt a pályát megváltoztassuk, amerre jelenleg tartunk. Szara, azt gondolom, hogy pont ezt csináljunk. Itt voltam, ezt csináljuk. Ja, tavaly is itt voltam, talán fele ennyi ember volt akkor itt, de a beszélők, a felszólalók még nagyobb szintről érkeztek, mint például most. Ma megtanultam azt, hogy Lengyelországban mi történik, a saját nemzeti szuverenitási kérdése. Pontosan ezt csináljuk. Úgyhogy ne féljünk! Folytassuk ezt a munkát. A férjemmel együtt megértjük, hogy milyen az, amikor nem értenek veled egy, megpróbálnak lenyomni. De nem mondom, hogy könnyű, de a szabadságunk ettől függ. Köszönöm szépen, tegyünk akkor így.